vizsgálat a prizmával. A prizma egy egymással szöget bezáró siklapokkal határolt átlátszó test. Az egyik oldalán belépő fénysugár kétszeresen törésszenved úgy hagyja el majd a prizmát. Most azt fogjuk megvizsgálni, hogy ha fehér fény bocsátok a prizmára, akkor a prizmán átvetve ez a fehér fény milyen is lesz. Ehhez használok egy fényforrást, amelybe helyezek egy kis részt. Tehát ennek fogom majd ugye a képét keresni, gyűjtőlencsén keresztül fog haladni a fénysugár, és ugye már itt is van. Tehát ugye a résnek a képét látom. Ugye fehér fény bocsátottam rá, a prizmán áthaladva pedig színeire bomlott. Tehát ugye a fehér fény ezekből a színekből lett, tehát a prizma a fehér fényt színeire bontja. Ugye itt ilyen ugye vörös, onnan, ott van egy vörös, narancssárga, zöld, kék, kibolya egyébként ezek a színek szerepelnek benne, ott talán fent jobban látszik a zöld szín, de a zöld is szerepel a spektrumában.